Luca a hasára a legbüszkébb. Talán, igen. Megnézhetjük? Most az a baj, hogy ez most olyan ruha, hogy akkor látod a lábamat is, talán a mellemet is. Hogyha, nekem a lábamon van egy olyan rész, ami problémás, de azt mindig nagyon ügyesen takarom. Milyen rész? Hát itt ez az egészen felső-belső comb, ezzel én küzdök. Mert? Mi van ott? Hát ott nem csak izom van, hanem... Jaj, de jó! Találtam magadon nem csak izmot? Igen. Én az izmot keresem. De látjátok, hogy ez mindig, tehát hogy azért van kicsit bővebb szoknia, kicsit úgy, szóval igen, a lábammal ennyit, pedig tudom, hogy van, aki nagyon szereti a lábamat. Mert gyönyörű. Köszönöm. A mellemmel sincs bajom, mert pici, de formás, és régebben volt, tehát hogy ez 16 évesen kapom meg. Tudom, ennél nagyobb az már pazarlás. Igen, meg anyukám is azt mondta, hogy hidd el, hogy a nagymell az majd lógni fog, az egy kétélű fegyver, és hogy ez meg mindig jól jön. Úgyhogy az is, de a hasam az nagyon szerencsés, mert az kockás. Kocsán. Azt hiszem, hogy gyűlöllek. Mert ez a gyerekkori eresgés éveknek a ja, hogy a sport, persze. Igen, hát így könnyű. Azt szeretem. Hát én kizárásos alapon tudtam választani igazából, mert így végigmentem, hogy has, arra ne, mert hát az lehet, a láb az nem. Szóval nekem ez egy ilyen kizárásos alapú volt, egy picit azt is érzem, hogy ez a kérdés inkább a nőknek szólt nem. Talán. Nem. De miért? Férfi nem lehetnek szép testrészek? Vagy szép mellizmod? Vagy szép mellizom? Hát azért a mellett nyomtam, mert talán tényleg az, ami a leginkább. De nekem is ez a sport miatt van. Tehát, hogy te mit sportoltál? Én úsztam sokáig, meg kungfúztam, tehát így bele-bele martam sok mindenbe, és még az úszásnak a maradvány az, hogy így a felsőtestem az úgy maradt, tehát hogy ez viszonylag normális maradt. Éppen ezért tudok rá büszke lenni, de hogy egyiket sem hordozgatnám így egy zászlóra tűzve, hogy milyen jó mellem. Van, nézzétek. Azzal egyetértünk. A mindennapi paranoiánkat add meg neki ma. Mariam. Hát az az igazság, hogy végigvettem a hasamat a két gyerek után. Én edzek, esküszöm, és nem is keveset heti ötször, néha hatszor, de azért az még nem az igazi. Hát két gyerek után a mell sem annyira az igazi már, de szeretem őket, nincs ezzel, de szeretem, hogy hosszúak. Igen. Meg úgy szoktam fotóztatni is, hogy láb legyen benned, tehát kifejezetten figyelek, mert hogy még hosszabbnak tűnjön. Tehát én most így ezt a részt, ezt már így meg tudtam kedvelni az utóbbi időben, de ehhez nekem időre volt szükség, mert amúgy én küzdök a testemmel, amióta élek. De mindenki. De már semmi okod nincs rá, szólok. Köszönöm. Mielőtt teljesen megbolondulnál. Tök jó. Köszönöm. Szerintem mindannyian tényleg küzdünk szerintem alapvetően. Tehát, ez olyan hülyeség szerintem. Valamit. Ez olyan hülyeség, hogy ez a küzdelem. És ez szerintem egyre rosszabb, mert mi korábban csak újságcikkekben láttuk ezt, ma már a social médiában ennek X szereseit kapjuk, a szebbnél szebb lányok, szebbnél szebb pasik képében. Miközben, ha kimész az utcára, ennyi csúnya embert, mint ami mostanában van. Hogy mondhatsz ilyet? Merre jelöltetek? Magatokat! Csúnyák vagytok, fogadjátok el! Nem, a social médiára reflektálva mondtam ezt, hogy nem látom a hatását ennek az őrületnek, amiről a Dani beszélt. Tehát, hogyha mindenki olyan gyönyörű lenne... Mert itt van a hatása, meg itt. Igen, egyre rosszabbul érezzük magunkat tőle, de attól még nem biztos, hogy a tettek mezeire lépünk. Tehát nem biztos, hogy elkezd akkor erre odafigyelni, hogy most tényleg edzem, vagy egészségesen egyen. Tehát ehhez nagyon erős önfegyelem kell, meg kitartás. Igen, meg mert lássuk be, ha rossz a kedvünk, legalábbis én előbb nyúlok csokihoz, mint az, hogy menjek el futni. Befejezted? Pedig. Nem, de tényleg, tehát ez nagyon fontos. Én akkor is. Nem, én is, meg most már elkezdtem futni, úgyhogy. Na jó, de minek? Na jó, oké, fussál. Na, hogy ilyen csodálatosan körbenyaltuk egymást, folytassuk a következő kérdéssel.